Sziasztok és köszöntelek benneteket újra itt a csatornámon. Néhány héttel ezelőtt készítettem már nektek két olyan videót, amelyben amerikai édességeket, ételeket, gabonapelyheket kóstoltam meg, és ezeket a dolgokat a Target nevű üzletben vásároltam. Többen is írtátok a videó alatt, hogy szeretnétek a Targetről egy videót látni, amely kifejezetten csak az üzletet mutatja be. Ezt szeretném a mai videóban nektek bemutatni, és megmutatni azt, hogy miért is szeretem én, és mellettem több millió ember is a világon ezt az üzletet. Igen, azért mondtam, hogy a világon, mert ez az üzletlánc nem csak az Egyesült Államokban található meg, hanem ha a Google információim nem csalnak, akkor 27 másik országban is, többek között Mexikóban, Chilében, Guatemalában, de még Ausztráliában is megtalálható a Target nevű üzlet. Megpróbáltam nyitásra ideérni, ezért is párás egyébként a kocsimon az ablak, mert eléggé le tud mostanában így ősszel hűlni a levegő éjszakára. És azért szeretnék nyitásra jönni, mert szeretném a tömeget elkerülni, nem szeretném az embereket kerülgetni, és úgy gondoltam, hogy egy könnyebb is az üzletet bemutatni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy nem sok ember lesz a videón, mert egyébként egy valóban népszerű üzletről van szó. Maga a Target egy nem túl drága, de nem is túl olcsó üzlet, én egy olyan középárkategóriásnak mondanám. Nagyon sok kozmetikai cég, nagyon sok márka próbálja a középosztályt megtalálni, megcélozni, és a Targetben árulják a termékeiket. Amint láthatjátok, még tényleg nincs sok autó a parkolóba, hiszen most nyitott ki a Target. Menjünk be, és nézzük meg akkor, hogy miért is szeretem ezt az üzletet. A legtöbb Targetben található Starbucks, valamint Pizza Hut. A bejáratnál rögtön pedig van egy úgynevezett dolláros rész, ami nagyon veszélyes, ugyanis 3 és 5 dollárért lehet kapni olyan dolgokat, amire az embernek abszolút nincs szüksége, de mégis megveszi. És most akkor megmutatom, hogy már elkezdték a karácsonyi készülődést, elkezdték a karácsonyi dekorációkat kirakni. Nézzétek, milyen aranyosak. Ez 3 dollárba kerül. Ezt nézzétek, de aranyos. Lehet venni még karácsonyfadísznek is. Ezek 1 dollárba kerülnek. Nézzétek, leveles láda Szentának. Ezek pedig takarók, 5 dollárért, egész jó puha anyaguk van. A párnák is olyan aranyosak. Idén ez a karácsonyi téma a Targetben. Van itt kis szánkó is, nagyon jó pofa, ez is csak 5 dollárba kerül. Vannak itt hóemberek, ezeket ki lehet festeni. Ezek ilyen üres gömbök, amelyet meg tudsz ugye magadnak tölteni, és díszt tudsz belőle csinálni. Ezt nézzétek, de jó. Nézzétek, ez is 3 dollárba kerül. Magadnak tudod otthon a kis konyhakertedben csinálni. Petrezselyem és különböző fűszernövények 3 dollárért. Ezeket pedig ugye az ablakra lehet feltapasztani. Kis fából készült karácsonyfa dekoráció, csomagoló papír, zokni. Menjünk is tovább, ne ragadjunk le itt a pár dolláros részlegnél, mielőtt itt hagyom az egész fizetésemet.
Látjátok, már elkezdték kirakni a karácsonyi zoknikat, pizsamákat. Lehet venni az egész családra ilyen úgynevezett matching pizsamát, tehát hogy mindenkinek a családba hasonló vagy esetleg ugyanolyan pizsamája van. Ez itt az úgynevezett beauty részleg, ahol különböző kozmetikai termékeket, tusfürdőket, testápolókat, samponokat lehet vásárolni. Itt láthatjátok, hatalmas a választék, és ezek itt mögöttem csak a samponok. Tergenben egyébként nagyon sok tiszta kozmetikai terméket is lehet kapni, megfizethető áron egyébként. Tehát olyanokra gondolok itt most, ami parabénmentes, vagy éppen alumíniummentes. Természetesen, mint a legtöbb üzletben, itt is megtalálható a gyógyszertár, amely ugye egyelőre még zárva van, hiszen ha jól tudom, 10 órakor nyit, én pedig nyitásra jöttem ide, és maga a Target nevű üzlet pedig 8 órakor nyit. Nagy papírírós szerválaszték is van itt egyébként, megfizethető áron szintén. Ez itt mögöttem pedig a férfi kozmetikai részleg, ha mondhatjuk így. Tehát a férfiak se érezzék magukat kisebbségben, hiszen nekik is külön részlegük van. A legtöbb Target üzletben van úgynevezett walk-in személyszorvos, ami azt jelenti, hogy nem muszáj időpontot foglalnunk, akár csak be is sétálhatunk, hogy az orvos megnézze a szemünket, és a felírt szemüveget azt itt az üzletben ki is tudjuk váltani. Targetben élelmiszert is tudunk venni,
vannak felvágottak zöldségek, gyümölcsök, és legtöbb esetben mirelitárú a választék. Ezen kívül ugye megtalálhatóak a dobozos készételek, a gabonapelyhek, a chipsek, minden egyéb más. A Targetben, hogyha valaki sonkát vagy felvágottat szeretne venni, az csak ilyen előre vákum csomagolt dobozban tudja megtenni. És ugye természetesen megtalálható mögöttem a jól ismert gabonapelyhely sor, amelyet az egyik videómban már láthattátok. Hogyha lemaradtatok arról a videóról, azt ide föntre belinkelem, és megnézhetitek. Ezen a soron pedig csak kávé van. És megérkeztünk a chipses sorhoz. Az üzletnek a hátsó része általában a szezonális részleg szokott lenni. Mint láthatjátok, már leszették a halloweeni dekorációkat és kosztümöket, amiket még tegnap lehetett vásárolni. Most már a karácsonyra készülünk. Idén ilyen kis aranyos
filc anyagból készült. Díszeket lehet 3 dollárért venni. Ez minden évben más egyébként itt a boltban, minden évben másmilyen díszeket lehet venni. Nagyon ritkán találtam 2 egyforma díszt az elmúlt 9 év során a Targetben. Nagyon rosszul mondtam az előbb, vannak díszek, amik minden évben újra vannak, mint például ezek a fán, kávé, fagyi, vagy éppen hamburger formájú díszek, amelyeket lehetett tavaly is kapni, ezek pedig 5 dollárba kerülnek. Viszont az olcsóbbik fajta, 3 dolláros díszek minden évben mások. Konyhai termékek széles választéka is megtalálható, valamelyik olcsóbb, valamelyik drágább egy picit. Itt van mögöttem ugye Amerika nagy kedvence, a KitchenAid mixer. Itt a legnagyobb a Targetben, amely kapható, az olyan 430 dollár körül van. Megmondom őszintén, nekem is van, szerintem életem legjobb befektetése volt. Ugye, ha az Egyesült Államokban járunk, a legtöbb üzletben ezt az úgynevezett állóporszívót fogjuk megtalálni. Általában online lehet rendelni a hagyományos, kis, pici, fekvő porszívót, mint amit mi Magyarországon szoktunk használni. És ugye természetesen megtalálhatóak a takarítógépek is, amelyekhez ugye természetesen jár a takarító folyadék is. Akik pedig ismerik a Fixer Upper nevű tévéshowt, azoknak ismerős lehet ez a pár itt mögöttem, nekik a termékeik megtalálhatóak itt a Targetben. Kisebb bútorokat is tudunk egyébként a Targetben vásárolni, hogyha szeretnénk.
picit mögöttem itt egy árleolvasó lenne, amely az üzlet több pontján is el van helyezve. Egyébként nagyon sok üzletben van már ilyen. Ez azért jó, mert ha nem vagyunk valaminek biztosak az árában, akkor csak idejövünk, leolvassuk a vonalkódot, így a pénztárnál nem érhet meglepetés minket. Ezen a soron itt mögöttem végig csak társas játékok találhatóak. És akkor a sportszerelmese is megtalálhatják maguknak, amit szeretnének, ugyanis otthoni edzőtermi dolgokat is tudunk itt vásárolni. És akkor, ahogy említettem, külön van része a kisbabáknak, a kisgyerekeknek, a férfiaknak és a nőknek. Amit még szeretek a Targetben, az az, hogy itt tényleg mindenféle ruhaméretet megtalálhatunk magunknak. Amennyiben abban az országban, ahol éltek, van a közeletekben Target nevű üzlet, mindenképpen menjetek el és nézzetek szét, mert valóban megéri, valóban lehet igencsak barátságos áron jó termékeket vásárolni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és amennyiben tetszett ez a videó, mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot és írjatok kommentet bármilyen kérdéssel vagy észrevétellel kapcsolatban. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára és megnyomni a csengőt, hogy ne maradjatok le a következő részről sem. Sziasztok!